egyedülálló történetek, amelyek köztünk élő emberekről szólnak. Kivételes történetek a reményről, a bukásról, a sikerről, a szenvedélyről és a szenvedésről. Hétköznapi hősök, nem éppen hétköznapi meséi arról, ami bármelyikünkkel megeshet. Friderikus Sándor, az Én mozim folytatódik. Ma este egy 40 perces filmet láthatnak egy 8 évvel ezelőtti krimibe illő történetről, amely akkor hetekig lázban tartotta az országot. Egy fiatal ember állt az események középpontjában, aki szerelme szakító levele után megszökött a katonaságtól. Őrülten szerelmes voltam, és mindent megtettem volna azért a lányra, akit szerettem. A kiskatona, hogy pénzhez és civil ruhához jusson, fegyverével kirabolt egy üzletet. Ez csak kettőt lőtt, és utána lőtt egy ilyen rövidebb sorozatot. A történet másik szereplője a fiú édesanyja, aki nagyon nehéz előélet után immáron 8 éve szenvedi el egy falu megvetését. Nagyon nehezen viselem a mindennapjaimat. A film anya és fia történetéről szól. A bűnről, a bűnhődésről, az egymásra utaltságról és a kitaszítottságról. Láttam az arcát, hogy milyen szomorú és megütött. Hát igen, ezt én okoztam neki. Egy alagútba megyek, egy sötét alagút, és fény sehol. Tehát ma este ez lesz a témája az Én mozimnak. Most itt van Friderikus Sándor. Az ember nehezen tud ellenállni a kísértésnek, hogyha előidéződik egy-egy emléktöredék a közelmúlt híreiből. Például mondjuk egy jellegzetes fegyveres rablásé. Az elkövetője egy őrséget elhagyó sorkatona, aki egy téli napon megkapta élete legfontosabb szakítólevelét, és nekiindult a vakvilágnak. Szóval az ember nehezen tudja legyőzni a kísértést, ha egy ilyen emléktöredék felbukkan, hogy ne kezdjen vele valamit rögvest, ne próbálja meg kideríteni, vajon mi van vele most, mi lett a környezetéből, és hogy néhány év elteltével mit gondol arról a napról, amelyeken elrontotta az életét. Itt, parancsoljon helyet. Már sokszor elképzeltem, hogy néz ki. Sokat olvas az ember, akkor elképzeli hősét. Hát hős inkább hírhet voltam, nem mint inkább hős. A hős az egy pozitív értelmű szó, ugye? Hát, nem tudom. Szerintem inkább negatív a hírhet. Bűnös azért, amit csinált, és áldozata a szerelmének, az érzésének. Gulyás Lajos bűnös ember, áldozat is természetesen, a körülményeinek az áldozata. A bűncselekményt ítélve bűnös, de önmagának nézve áldozata. Bűnös. Mert megtette azt, amit megtett, és az ítélet jogos. Csak az ítélet mértékével nem ért készen egyet. Beregszászi járásból, Zápszonyból ott születtem, és a szüleim azok hát dolgozó emberek voltak, apám kőműves volt, anyukám háztartást vezette, hárman vagyunk testvérek. Mint jegyző dolgoztam ottan, két községben voltam jegyző, és tulajdonképpen ott zajlott az ifjúságomnak a legnagyobbik része. Hogyan került Magyarországra? Úgy kerültem Magyarországra, hogy látogatóba jöttem át, egyik alkalommal Tiszaszalkára 72-be nyarán, és ott találkoztam a férjemmel az utcán. És ez ilyen meglátni és megszeretni volt? Hát igen, ez a szerelem első látásra volt. És aztán én elmentem haza, kaptam egy levelet, és ekkor indult a mi történetünk.
Megpróbálom ki eltölteni a napokat hasznos dolgokkal, hogy tehát amúgy elmegy az idő, olvasok, tanulgatok, tévét nézek. Nem dolgoztatják? Most még nem dolgozok itt, azt ígéretet kaptam, hogy később majd kapok munkát. Egy rendkívül értelmes ember volt a férjem, egy rendkívül értelmes ember. Mi volt a foglalkozása? Ő akkor MEOS volt a Magyar Acélárugyárban ott, Tiszaszalkán. Na most fiúk, Lajos, hány évvel a házasságkötés után születik? Vagy nem, ő abban az évben született meg, tehát már? 71, uh-huh. Igen, és akkor úgy terhes lettem, hazamentem, nekem haza kellett menni, mert egy hónaptól tovább nem tartózkodhattam Magyarországon, és akkor ott hordtam ki a fiamat úgy, hogy terhesség, majd szeptember 74. szeptember 14-én jöttem át végleg Magyarországra, és október 20-án Vásárosnaményben szültem meg a fiamat. Az ember általában megpróbál alkalmazkodni a körülményekhez, és megpróbáltam alkalmazkodni az állkatársaimhoz. Tehát általában lehet alkalmazkodni. Van persze mindig kivétel, akinek nem tetszek, meg akinek én nem tetszik nekem, de ha lehet, akkor a közös hangot mindig megpróbálom megtalálni. Civil életben is könnyen talált hangot bárkiben? Hát ugye kortársaimmal, tehát az én iskolatársaimmal, a velem egy idősekkel, azokkal könnyen barátkoztam, nem voltak ilyen konfliktusok köztünk. Élénk gyerek volt a fiam, érdeklődő, és hát egy kis virgonc gyerek volt. Általában én úgy vagyok vele, hogy egy illat, egy képnek a látvány előhozza a múltbeli emlékeket. És ilyenkor visszagondolok rá, hogy tettem ezt, mit tettem rosszul, mit kellett volna csinálnom. Persze mindent rosszul, amit csináltam, az rossz volt, azt mindent rosszul tettem. Ma is megcsinálná? Nem. Ne csinálj hülyeséget, még mindent helyre hozhatunk is, hogy szeretem, és hogy jön vissza, és hogy más nem tudok. Csak a telefonszámot még egyszer, hogy jegyezze meg. 06 60 335 725. Várom, hogy nem fog semmit csinálni magával. Tegnap este 9 óra körül egy férfi fegyveres rablást követett el Budapesten, a Kosztolányi Dezső téri Non-Stop élelmiszerboltban. Majd menekülés közben 8 lövésből álló sorozatot adott le két üldözőjére. Egyiküket comblövéssel a mentők a kórházba szállították. Két taxit és egy autóbuszt is lövések értek. A személyleírás alapján feltételezhető, hogy a fegyveres rabló azonos Gulyás Lajos, szabolcsi honvéddal, aki Budapesten kedden éjjel őrségből szökött el szolgálati fegyverével. Várom, hogy nem fog semmit csinálni magával. Nem azért szoktam, mert ő szakított, hanem amikor tehát úgy voltam, katona voltam, bevonultam, és nagyon szerelmes voltam, tehát úgy éreztem, hogy őrülten szerelmes voltam, és mindent megtettem volna azért a lányra, akit szerettem is. Mikor pont karácsony előtt volt ez a dolog, és ő először telefonált, és mondta, hogy legyen vége, mert nem tudom, mit érez irántam, utána írt is egy levelet, úgy éreztem, hogy nincs miért már itt lennem, tehát nincs miért már a dolgokat elviselni, ismét katona lennem, és akkor megyek a világba. A házasság hogyan alakult? Nézze, az én férjemet 74. augusztusában, azt is el kell mondanom, megműtötték agyra Debrecenben az ideg és elme klinikán, majd képzelje el, én szültem a gyereket októberben, és úgy volt, hogy ő meg sem marad a férjem. Aztán felgyógyult? Igen, aztán felgyógyult a férjem, és hát bizony nagyon, nagyon rosszul folytatódott az életünk ebből kifolyólag, mert ő alkalomattán italozott, és amiatt mi nagyon sokat szenvedtünk a gyerekkel. Az azt jelenti, hogy ha berúgott, bocsánat, hogy így fogalmazok, igen, akkor randalírozott? Hát engemet, hát bizony, hát gyakran kaptam tőle, tetlegesen. De hogy fegyverrel, ráadásul mondjuk a vaktöltényt élesre cserélve, szóval azért ezek, hogy mondjam, túlmutatnak azon, hogy pusztán csak szabadulni akart. Persze, tehát a mostani gondolkodásom úgy érzem teljesen más, mint az akkori volt. Tehát az akkor, amit én gondoltam, azt tartottam reálisnak és normálisnak. De akkor így gondolkoztam, és tehát amit tettem, akkor mindent meg volt az oka, és mindent meg volt a gondolata, ami mögött állt. Mert olyan volt, minden másnap kiményőre mehettem, mert őrséget adtunk. Előtte én forgalomszabályzó voltam, és nem adtunk őrséget, de kevés volt az őrségben a létszám, és őrséget adtunk. És minden nap másnap egy kimenőt kaptunk este, Budapesten csatangolhattunk. Tehát akkor ráadásul másnap le tudott volna lépni fegyver nélkül? A vonat a barátnőmhöz, és nem kellett volna megszoknom, de én nem tudom. Most
De ez most hősieség volt akkor, hogy milyen gondolat számozott. Tehát jött ez a gondolat, hogy meg akarok szökni. Ültem az öltörönybe, bámultam Budapesten, ebben a Rózsadombon ült voltunk, és láttam Budapestre, és gondolkoztam, és egyszer jutott eszem, hogy megszökök fegyverrel. Sokat verte? Hát volt rá eset nagyon sokat. Ezt nem is tudom letagadni, ezt tudja Tiszaszalka, és az a közösség, az a közvetlen környezet, ahol éltem, és ezt mind a fiam látta, és ebbe élt a fiam egészen 9 éves koráig, míg én azt mondtam, hogy tovább nincs, nem bírom tovább ezt az életet, többre tartom magam annál, hogy én így éljek, ebben neveljem a fiamat. A férjével ezt képtelenség volt megbeszélni? Volt, amikor azt mondta józanon, hogy amikor ő beiszik, akkor én féljek tőle, de a gyereket is féltse, mert arra is képes, hogy megöli. Megöl minket. Korábban jártam ebbe az élelmiszerboltba, élelmiszerboltba, boltba, és eszembe jutott, hogy szerzek pénzt akkor, és akkor abból szerzek ruhát. Bement és rájuk tartva, már az eladókra tartva a fegyvert, kért nem, pénzt? Előtte órákat járkáltam, mert meg akartam várni, hogy senki sincs a boltba. Nem tudom, azért nem akartam kockáztatni más életét, vagy mert amit ő tartottam. Hát lehet, hogy pusztán csak félt azért, ilyet még nem csinált. Nem, nem, persze, sosem nem csináltam ilyet előtte. Büntetve soha nem volt nem korábban. Voltam. Uh-huh. Nem mentem, rájuk futtam a fegyvert, mondom, kérem a bevételt. Kimentem és elkezdtem. Odaadták rögtön? Igen, ideadták. Későbbiekben szembesítettek a két eladóval, egy fiatal fiú volt, meg egy fiatal lány. És a lány azt mondta, hogy nagyon megijedt, mert nem volt rajtam állat, csak egy bírósapka, és azt hitte, hogy most én meg akarom őket ölni. Ennyit mondott, hogy a bevételt kéri. És odaadta neki így az ezreseket, hát mondom, látta a kasszát, mert megtorpadt, visszajött a százasokért is. Azt hiszem, nem számoltuk meg, hát a százas, azt nem tudtam, hogy mi volt benne, hány darab százas. De ezres azon 20-23 ezer körületet. Elindult kifele, itt megakadt egy kicsit az ajtóba, elkezdett utána futni, közben én is elkezdtem, itt volt két fiú kint, megkértem őket, hogy menjenek és segítsenek, meg ne hagyják egyedül. De ez a két fiú nem tudta, hogy van náluk puska. Az egyiket az azt hitték, hogy csak lopott valami édességet, vagy valami. Elkezdtek ők is futni utána, aztán az egyiket eltalálták, a másik 4 méterre volt tőle, amikor elkezdett lövöldözni. Meg olyan 8 méterre láttam, és először csak 2-től, és utána volt egy ilyen rövidebb sorozatot. Elkezdtem futni, és akkor az egyik üldözőm, az közelített nagyon hozzám. És én tehát én elkezdtem lőni, én láb elé céloztam, mert ez mindig is így volt, csak ahogy a fegyver, ahogy rugott, az is felfelé, folyamatosan felfelé, a golyók felfelé mentek, és így lett egy ilyen alakja a lövéssorozatomnak, mert 10-et lőttem ki, abból 9-nek megtalálták a nyomát. És egy pedig Gellert kapott, és így eltalálta az önt legszorosabban üldözőt? Hát nem, tehát nem az legszorosabban üldözőt, hanem a következőt találtam el, aki a hátam mögött volt. És ezért sem értettem, hogy amikor azt mondták, hogy emberiség kísérlet, hogy mondták azt, hogy meg akartam ölni, amikor nem az első találtam el, hanem a hátsó mögött elébült. Amikor az első behívó parancsot megkapta, akkor még tanuló volt a fiam, és halasztást kellett kérnünk. Amikor a második behívó parancsot megkapta, akkor már volt ez a lány az életébe. Uh-huh. Visszabukott a fiam, szintén tanuló volt. Visszabukott? Hát persze, az Itához visszabukott. Hogy tetszik érteni, hogy járt az persze, osztályt? Persze, ő hazajött, negyedik fél évkor hazajött, és azt mondta nekem, anya, meg akarok bukni. És mondom, mi ez? Miért akarsz te megbukni? Anya, van idő iskolába járni? Hát nem. Én akkor még nem tudtam, hogy ennek a hátam mögött ez a lány van. Voltak, a katonaság tudtam ők, és ők is mondták, hogy ha embert akarok ölni, egy 30-es tár volt nálam, ami tele volt, és 10-et lőttem, és ha még akartam, akkor még lövöldöztettem volna, vagy ha akarok embert, akkor lövöm a két boltost. Egérutat nyer, és végül is nem üldözik tovább, ahogy 10-et kilő, hova menekül? Karácsony után nem akartam ott lenni, mert mondtam kockázatos is, meg nem tudom, le akartam menni a barátnőmmel beszélni valahogy, hogy fel tudom elesülni, meg kapcsolatot beszélni, vagy megbeszélni a dolgokat, hogy mi hogy van, de hát egyik alkalommal mosdik, és felém fordul, és mondja, hogy anya, az én apám, az egy szerelmes típus volt. Hanem nézd, aki 25 éves, és egészséges lelkületű, az mind szereti a szerelmet.
Igen, mondom. Azt és te? Mondom, hát persze, hát a szerelem az egy csodálatos dolog, csodálatos érzés, mondom. Talán mondom, Lali, az a legszebb az életben, a legcsodálatosabb, amikor az ember önzetlenül szerelmes tud lenni. El is jutottam Zájomba, egészen a házuk előtt leültem egy ilyen hintaszerűségbe. De közben azt hallotta, hogy keresik? Rádióban, tévében? Én tévében hallottam egyszer, Jusz László úgy nyilatkozott egyszer a tévében. Még ő mondta, hogy adjam fel magamat, hívjam fel őt, mert ott egy telefonszámot is, és hogy ő egyedül majd kijön értem. Hát de nem hallgattam rá, mert nem bíztam benne. Nem félt attól, hogy esetleg ott egy igazoltatásnál lebukik? De akkor már civil ruhába mentem. Felült a fejembe azt, hogy Jugoszláviába is kimegyek, mert ott nagy zűzavarom, és ott el lehet tűnni könnyen. Tehát akkor már inkább menekülni akart sem, mint ezt a kapcsolatot újraéleszteni? Nem, hát én nekem kalandos terveim voltak, hogy velem jön esetleg, meg ilyen hasonlók, hogy együtt majd menekülünk, meg bujkálunk, de hát ez nagyon... De úgy látszik, hogy nem a megfelelő lány volt arra, akit, hogy ilyen kalandos életben részt vegyen. Tehát nem, szerintem nem adta volna fel az akkori életét azért, hogy én velem most eljön. Nekem az anyukám egy ágyba fekvő beteg volt. 59 évesen agyvérzést kapott, és 13 évig feküdt az ágyba bénán. És az én apukám ápolta. És én elmentem, karácsony volt, karácsony előtt, december 18-án haza, hogy segítek. Segítek a karácsony előtti takarításban, kicsit hozzá készülne az ünnephez, hogy érezze ő is azt, hogy karácsony lesz. Elmentem haza, és amikor megérkeztem, az öcsémékük ott laknak azon, abban a lakásban, csak külön. És én úgy felmentem hozzájuk, és mondtam, hogy igaz, hogy hazajöttem, de nagyon rossz a közérzetem. Nagyon rossz, valami fog történni. És mondja az öcsém, hogy ne beszélj, mert most érkeztél meg 2 óra hosszát, hát mi történt? Mondom, hidd el, hogy valami fog történni. És ez nem hagy engem, mondom, nyugton, vissza is akarok menni. Megtudtam Zálonyba, hogy őt a rendőrség őrzi, tehát őrizetbe vette, hogy miért azt terjesztették, azt nem tudom honnan lehetek, hogy én meg akarom őt ölni, tehát le akarom őt lőni. És így nem tudtam vele találkozni, és elindultam, haza akartam menni édesanyámhoz, pedig közben gondoltam, hogy rájuk már várnak a rendőrök, de végül közben elkezdtek üldözni, ahogy mentem hazafelé, és Kisvárdába közöttem ki a nagynénémmel. Az újságban Keleti György, az akkori honvédelmi miniszter tett egy ilyen felhívást, hogyha feladom magamat, akkor enyhítik a büntetésemet. És így másnap reggel mondtam, hogy kialszom magamat, hogy azért pihenjek egy kicsit. Pedig aludt egy jót? Hát persze, előtte 35 kilométert levágtam azért, hol futtába, hol gyalog, mert Záhony Kisvárda között, meg a töltés, mert a csalinkázva az elég sok volt. És akkor hazajövök, az a látvány volt előttem, amikor előtte este úgy megfüröztettem az én anyámat, és egy csontvázat füröztöttem, és ez a látvány úgy fogva tartott, meg ahogy beszélt hozzám, hogy látod, hogy tönkre megy egy ember. Az anyám egy rendkívül helyes asszony volt, egy strandnő, és egy jó anya, és a betegség az nagyon-nagyon tönkretette. És ez a látvány volt előttem végig, ahogy vártam a buszt. És tudod nyugodtan aludni? Hát a fáradtságtól teljesen álomba zuhantam. Másnap reggel pedig bementem a rendőrségre, és levittek utána az Zálonyba, és ott találkoztam édesem és a barátnőmmel. Felszálltam a buszra, és ott néztek az emberek. Akkor megvettem úgy novemberben egy bundát, egy szép kis rövid bundát, és úgy gondoltam én, hogy a bundámat nézik. Hogy nem tudom, hogy olyan helyes, szép az én bundám, és hogy azt nézik az emberek. És bejövök a lakásba, és alig, hogy bejövök, idegen férfi hang rám köszön, hogy jó napot kívánok. Mikor volt itthon a fia? Mondom, az én fiam csinált valamit, megölték a fiamat, vagy ő csinált rosszat. Azt mondja, tessék felvenni a bundát, és majd el fogjuk mondani, be kell jönni a kapitányságra.
És amikor találkoztak, akkor mi volt az első reakciójuk? Hát igen, találkoztunk, és átöleltem a fiamat, és sírtam, és mondtam, hogy Lali, mondd meg, mi volt ez? Mire kellett ezt csinálni? És akkor ott volt Zita, bent a szobába, a rendőrségen, igen. Akivel együtt járt korábban. És azt mondta, hogy anya, én se tudom. És úgy ránéztem a lányra, de még akkor se tudtam, hogy mi ez. Nem tudtam. A valóságot azt akkor tudtam meg, amikor a tárgyalás ment. Gulyás Lajos, tartalékos honvéd elsőrendű vádlottat, halmazati büntetésű, 7 évi börtönbüntetésre, fárdott főbüntetését, 10 évi fegyházbüntetésre, a közvetlen eltiltás mellékbüntetését pedig 8 év közvetlen eltiltásra súlyosítja. Bementem másodfokra, másodfok előtt volt az, hogy azt már elterveztem magamban, hogy tesznek rá, mondjuk egy évet még el is vártam, 2-3-4 évet, akkor megszökök mindenképpen. Volt egy társam a szökéskor, és előtte mondtam neki, annak a srácnak, hogy ha tesznek rá sokat, akkor megszökünk. Azt mondta, hogy benne van. Akkor ketten szöktek meg? Ketten indultunk el, igen, és egyedül én mentem ki. És az hogy ment? Szóval hogy lehet onnan megszökni? Nem volt könnyű, mert úgy volt, hogy ott van két épület, egy új, meg egy régi, és mi az újba voltunk elszállásolva, és a régibe dolgoztam. És az újból néztem ki a helyet, ahol hát úgy akartam, hogy kiugrok a műhelyet, tehát ahol dolgoztam, annak a épületnek a tetejéről, ráugrok a bársefartnak a tetejére, ami a börtönt körülveszi, és utána az utcára. Csak a másik épületből szint távolság nagyon-nagyon kevés volt a távolság. Amit néztem, mondom, egyszerűen 3 méter, mondom, átlépek. 3 métert kellett átugrani? Amikor végigkúsztunk a tetőn, és odaértem a helyszínre, ahol ki kellett ugrani, akkor megdöbbentem, hogy hát ez nem 3 méter, hanem kb. 6-7 méter volt. 6-7 méter volt most a távolság, vagy a két épület szint különbsége? A távolság volt a fal, és a épület között volt a távolság 7 méter, a szint különbség 3 méter volt. Hát úgy nem volt, nem volt lehet 7 méter, lehet kevesebb volt valamivel. És úgy ott hasaltunk a tetőn, és akkor felgúgoltam, és mondom, most én nem merek ugrani, és a következő pillanatban már ugrottam is. Abban ilyenkor belegondol, hogy esetleg ez a halálával is végződhetett, vagy végződött volna? Tehát sokan azt mondták arra, hogy meg akartam, akkor feltettem mindent, hogy meg akartam halni, tehát nem számított, hogy meghalok, nem halok. Például ez nem így volt, mert én úgy indultam neki, hogy ez sikerülni fog. A szökés alatt elmentem Záhonyba. Elmentem, és megkerestem az Itájékat. És az anyukája volt otthon, ő ideadta a leveleit, amit a fiam írt. És azt mondta, hogy olvassam el, hogy milyen, mekkora rajongással volt az én fiam az ő lánya iránt. Kivettem egy levelet, és elolvastam a megszólítást, és úgy volt, hogy drága, szerelmetes Zitácskám. És tudja, ez nekem mindent megmondott. Találkoztam vele, amikor megfogtak, feladtam magamat, és elvittek Záhonyba, ott találkoztam vele, és édesanyámmal is, és megbeszéltük, levelezünk. Írtam is neki sokszor, csak ugyanúgy, mint a katonaságban tapasztaltam a levelét, tehát idő múltával hidegekedtek le, nem voltak benne érzések a levelében, tehát az irántam érzett érzése, mintha kihaltak volna. Ugye ugyanezt éreztem a börtönbe is, hogy tehát az idő múltak a hónapok, és nem éreztem azt, hogy ő már igazán akar engem, tehát igazán, tehát hogy ragaszkodik hozzám. És közben azt is megtudtam, hogy ő jár a diszkukba, meg szórakozni, közben pedig azt mondta, hogy ő ki akar tartani mellettem. És akkor én felvetettem neki ezt a kérdést, hogy hát ha ki akar tartani, akkor mi ez? Mert tudtam, hogy ő diszkóba megy, akkor ő elkezd szórakozni más fiúkkal is. És ő visszajött nekem,
hogy nem esküdtem én neked hűséget. És én erre már utána hagytam az egészet. Nem írtam neki vissza. Leveit széttéptem, az összeset kidobtam. Komolyan? Igen, igen. Nem haragudtam rá, csak hogy ezt a módot már fel akartam magam mögött égetni. Tehát, hogy már ne legyen. De ez egy ilyen dolog, ez csak úgy elhatározásból föl lehet égetni? A mód mindig megmarad az emberbe, és bennem is megmaradt. De azért, ha belenézek a szekrényem, és nem látom minden nap a levelét, akkor megint más, nem gondolok rá olyan sokat. A lánnyal mi van egyébként? Mivé lett ez a kapcsolat? Hát kezdetben járt ő is beszélőre fél évig. Most már egyre ritkábban találkozunk az Itával. Van, amikor fél évben egyszer inkább mostanában, legutolsó években. Megmondom őszintén, amikor ide én nem kérdezgetem ő tőle. Nem szoktam kérdezni, hogy van-e barátja, nincs-e barátja. Nem érdekelnek ezek a dolgok. Ezt láttam biztos pontok a nyelvtanulást, hogy arra szükség van mindig. Először csak ilyen kicsit kötelességbe tettem, utána már kedvemből, mert elkezdtem érteni például, amikor először nehéz volt, mert nem volt mire használnom. Hát ha nincs mire használni, akkor mi értelme van? Hát akkor a tudásnak, ha nem tudjuk használni, akkor nincs semmi értelme. De ott elkezdtem érteni például a német nyelvű adásokat a tévében is, hogy... Milyen német nyelvű? Német nyelvű adásokat a tévében elkezdtem érteni. Kaptam egy sráctól, aki jugoszláv, de német anyanyelvű, egy-két német könyvet, ezt elkezdtem fordítgatni, és így belejöttem, és megkedveltem. Olyannyira, hogyha jók az én információim, egy teljes könyvet már le is fordított németről magyarra. Lefordítottam az egész idegen, tehát maga a történet miatt is, mert érdekes volt. Van kontrollja? Tehát tudja, hogy amit fordított, azt helyesen fordítottál? Hát úgy annyi kontroll, hogy érted, úgy érzem, értem a szöveget. Tehát az kontroll. Németül, de angolul is valamennyire már beszél. Angolul most kezdtem egy évet tanulni, az még nem tudom, hogy... Tehát az, hogy milyen, nem tudom meghatározni, milyen szinten állok, mert nincs ellenőrzés. Tehát, hogy most jön egy angol nyelvtanár, hogy meg tudom mondani, hogy ahol alfok, közé fog, vagy ha esetleg közelítek már valamerre. De úgy szerintem, aki egy angol nyelvtudással, elbeszélgetik mindennapi dolgokról vele, tehát ilyen szinten. Megérti, amit mondanak önnek, és megérteti magát. Persze, ha nem kell mondjuk ilyen szakszövegekről beszélgetni, akkor persze megértem. És számítástechnikát szintén ilyen megfontolásból kezdett el tanulni? Nem, hát számítástechnikával csak elektronikával foglalkoztam, az analóg és digitális áramköröket tanulmányozgattam, de később, tehát szeretnék, most azért jöttem ide Szegedre, hogy itt minden évben úgy a minimum számítástechnikai tanfolyam, és ezen szeretnék részt venni, hogy programozással megismerkedjek, programok hogy működnek. Sokat változtatott magán ez a bentlét, meg egyáltalán, szóval mondjuk lehet azt mondani, hogy itt bent maga is úgy vett észre, hogy alkalmazkodó képesebb lett sokkal? Az, hogy az én életem, én másképp gondolkozok, mert már változom, az történik el valaminek, ami nagy dolognak, ami engem megfog. Mert lehet, hogy kapok egy pofot, és azt mondják, te kis rossz gyerek vagy, és rosszul viselkedsz, ez nem hiszem, hogy megfojtott volna, lehet, hogy folytattam túl a tovább azt az életet, amit folytattam, amit csináltam. De ez megdöbbentő volt számomra, és ez tényleg megfordított. Mit érzett akkor, amikor első fokon 7 évet, majd aztán 10 évet kapott Lajos? Nézze, nekünk még a 7 év is sok volt. Miért fogalmaz mindig több eszem első szemébe? Én higgy el, hogy én csak fizikálisan vagyok itthon. Én lelkileg ott vagyok, ahol a fiam van. Elküldött egy fényképet magáról, és unokatestvérem küldött egy fényképet róla, amikor együtt vannak, és láttam az arcát, hogy milyen szomorú és meggyötört. És akkor úgy összeszorult a torkom, hogy hát igen, ezt én okoztam neki. De most jó vagyunk, tehát úgy érzem, nagyon megértjük egymást. Persze néha felszoktam én hozni a múltat, hogy néha megvádol érte, de ezt meg is értem, és jogos is a szemrehánya, és jogosak is, mert hát megcsináltam, de néha úgy érzem, hogy még nem ismer igazán, tehát ezek a havi egy órák, ezek kevesek arra, hogy megismerje azt, akivé váltam. Tehát
Tehát, hogy jobb ember lett. Igen. Én úgy érzem, igen. Ő vigasztal engem a levelein keresztül. Olyan hasonlatokat hoz a Bibliából, úgy a mindennapi élethez, ami higgye el, hogy nekem kapaszkodókat jelentenek az ő levelei. Sokszor, amikor egy nagyobb terjedelmű, nagyobb tartalmú levelet ír, és én mélyponton vagyok, engemet az ő levelei szinte adnak egy lendületet, felhoznak a mélypontról, és mondhatom azt, hogy megsimogatják az én szívemet, az én lelkemet az ő levelei. És ez ad erőt nekem. Nekem ólomlábakon jár az idő. Ólomlábakon. Nagyon, nagyon nehezen viselem a mindennapjaimat. Hiányzik a fiam az életemből. Nézd, én népművelő vagyok. Rendezvényeim vannak. Most is van egy mazsoret kis csoportom, akikkel fel fogok lépni egy erőpróba lesz a Tiszaparton szombaton. Ezek ki aranyos kis táncos lábú lányok. Nekem ez a mazsoret teljesen új. Megtanultam. Sikerélményt ad nekem. Meg itt a háznál is, hát munkám, a jószágaim vannak, azokkal foglalkozom. Mindig azt mondom magamban, hogy magányosan élek, de nem egyedül. Nézd, egy kecském vannak. Van egy mama kecske, meg a kicsi, és azokat rendezgetem. Minden olyan munkát, ami a jószágtartással jár. Önön magán bármiféle változást észrevett? Igen. Én megtörtem lelkileg rendkívül. Rendkívül megtörtem. Az a régi, erős, akaratú ember, aki voltam, aki szembenéztem, szembe tudtam nézni mindennel, az már nincs. Úgy szeretnék élni, mint egy szürke hétköznapi kis átlagember. No, igen, úgy szeretnék élni. Már a izgalmak meg a kalandok megvoltak az életemben eddig, úgyhogy... Ez mit jelent? Hogyan ér egy szürke, átlagos hétköznapi ember? Mit képzel erről? Minden nap, és csak mondjuk egy nyáron elmegy kirándulni a családjával, neveli a gyerekeit, meg hasonló. Hány gyereke lesz például? Hát mondjuk legyen kettő. Kettőt szeretnél? Persze. Az életben nincs olyan hosszantartó öröm, mert mindig vannak dolgok, amik lerontják ezt. Apró kis örömökbe állnak össze a dolgok, és ezeket kell értékelni, és ez a boldogság szerintem. Az, hogy amikor otthon van az ember, és akkor látja a gyerekét szaladának körülötte, ott van a felesége, mondjuk süt, főz, meg megy dolgozni, meg hasonlók. És ez úgy nyugtatólag is hat, most én belegondolok, hogy még előttem áll az élet, meg úgy reményeket is ad, meg úgy boldogít is valamilyen szinten. A falu, a környezet szolidáris önnel, vagy inkább közömbös? Egy epizód. Kimentem az utcára, és találkozom az egyik asszonykával, és mondja, hogy ez itt a néni, milyen jól néz ki. Hát nem nézze. Jó a nap, süt a nap, és örülni kell a napnak. Szóval nem arra mondom. Maga még feltartott fejjel jár, hát nem tudja, hogy a maga fia hol van. Mondom, én? Hát hogy beszélhet maga így hozzám? Én nem tudom. Hát hogy van én? Mondja már, mi ez? Azt mondja, irigylésre méltó, ahogy maga azt mondja, tud menni, és feltartja a fejét. Igen. Miért le kellene a fejemet horgasztani? Hát? Nem értem meg az embereket, hogy miért teszik ezt, mert nem él fényüzületet, nem gazdag. Nem, tehát nem, nincs boldog élet, amit irigyelhetnek tőle. És most mit irigyelnek? Azt, hogy szenved? Azt irigyelik tőle? Vagy... Ezt nem értem, miért bántják, amikor nem hiszem, hogy ártana valakinek, mert ott Möldi jelzőigazgató. Ő mindig, amikor ír nekem erre a munkájára, akkor mindig ő úgy ír, hogy szeretné az ottani embereknek a kultúrát bemenni az életükben. Mert kisfalú, persze a lehetőségek is korlátozottak, de ennek mindig bántják. Azt nem tudom. Meg tudom, hogy rágalmazó leveleket írtak neki, én is tudok.
kapok névtelen leveleket. Hogy abban elég tónussal? Igen, elég volt már belőlünk. Elég volt már. Tűnjetek el. Menjél oda, honnan jöttél. És a te viselkedésedet én nem használok itt jelzőket, ahogy írják. Meg fogjuk írni a fiadnak, lesz gondunk rá. De mire gondolnak? Milyen viselkedéseid? Az, hogy időnként jó kedve van, meg boldogan megy végig a fő utcán? Hát biztosan. Biztosan. Higgye el, hogy én tisztességesen élek, hisz nem is élhetnék másképpen. Lesz akkor még önből boldog ember? Hát remélem, hogy lesz. Én biztos vagyok benne. De ez majd a jövő fogja a körülményeket alakítani majd. Hogy lesz azután, hogy Lajos kiszabadul? Nem tudom. Nem tudom, hol kap a fiam bizalmat olyan értelembe, hogy kenyere tegyen. Nem tudom, fogalmam nincs. Nem tudom. Nem látom azt az utat. Úgy érzem magamat, hogy egy alagútba megyek, egy sötét alagút, és fény sehol. Csak megyek benne. Ilyen érzéseim vannak minden nap. Csak megyek benne, és fényt nem látok sehol.